Ez az anyájé, ez apától kapta, tudod, adod neki. Hűha. Anyának. Köszönöm szépen. Jó, hogy a cukor csomagolom. Köszönöm szépen. Ez az, ez a lucájé. Lehet szépen, oda lejakható. Ja, várjál, oda leülök, és akkor szombatát arra lakom. Gyenge vagy lányom? Nézd le róla az elejére vagy. Köszönöm, veszik rendesen. Nézd le. Akkor, ami? Életem. Na, aztán még az a lenti doboz is a lucájé, de az nehéz. Az a tied, az. Az a lenti, igen, az nehéz. Ne, meg, apa segít mindjárt neked, jó? Nekem is ma ilyen szexi hangom volt, mint maminak. Na, hát nekem is megfájult a torkom. Ez a arra szűkén. Ez meg a dobod meg majd a papáé. Ennyi? Az a lehet, hogy a dobod a papáé. Mondtam, hogy nem. Jaj, köszönöm. Óvatosan, mert nehéz. Tudom, én már rakozgattam, csak... Ja, te már rakozgattam. Nem tudtam, mi van benned, de rakozgattam. Nem foglalkoztam, hogy... Nem adjam nekem, hogy lehet mondjál. Nem így. Várjál, először fényképezd még a lucát. Nézd meg, még a labban nyitva van már a doboz, hát. Nem, mert föl csak úgy nyisd ki. Az egybe kaptad apától, mert meg igen, mamáig. Meg a mamáig. Apa meg a mamáig. Mert ez kurva drága. Igen, ez kurva drága. Ez a nagy drága. Mi van? Nem tudod, hogy mi ez, mi? Na mi ez? Ne, igen, ez a kontroll, igen, de ez mi? Meg a játék. A játék. Gyerek. Ez egy játékgép. Nem mint, hogyha megérdemelnéd. Ugye a Xbox, a nézét, amit folyamatosan magyaráztál. Jó. Hűha! A fagyoknak jár ilyen ajándék. Van rajta sok-sok játék, majd lehet igen. Válogatni. Persze. De akkor ha idegesítesz, akkor elveszem, és remélem. Igen, szerintem apa is tud vele játszani. Azt láttad? Na, látod? 6 évesen most Barbie babára vágtam, nem ízott. Hát, azt is kapott. De szép ruhái vannak. Végélyesnek Barbie, a Barbie-jainak juháinak egy juhát volt. Mindéket elhajgáltad. Te is kibonthatod. Én is kaptattál, na akkor mit nem kaptam. Tudom, hogy kilakoltam, kezdtem, de...
és akkor lehet. Télapotok érted? Télapotok érted? Na, közvetítette. Jöttetek egy picit, bírják ki még. Várom, hogy haza lehessen menni, hogy lehessen játszani. Ja. Jó, most kibírsz egy fél órát. Mondta, persze, semmi. Fél órát, még én sem bírok tudni, azért nem megy ide. Na még? Itt maradt az kávé. Megkarmolt a macska, melyik? A töki. Töki, hát gondoltam, hogy az volt az. Na nézzük, mi van benne. Szórakoztatja. Nem érted ezért, hogy a kapokosokból kicsit?
Nem, nem azért beteg. Nem megfázott azért beteg. Ki mennyi bejött? Most, aztán fordod ők a széket. Most. Itt a mi Jézusten hoztam a méznak. Az a nagy piros a papájé. A nagy piros a papájé. Van kett benne kettő, ami ilyen közös. Van egy kis apróság Malinak. Nagy piros a papájé. Igen. Nagy piros majomság vagy mi? Nagy piros a papájé. Nem biztos, hogy a papáért. Tessék, papáért. Nagy piros, hogy miért? Ez szalasztó formán. A kettőt mi van ebben? Jaj, de jó. Rád meg. Itt a... Milyen baba az oroszoknál a... Matus. Matus? Nagy izé, de kis izé. Nagy izé. Na, majd megtudjuk. Egy karácsonyos szópejtás. Azon milyen, igen, tál, csak a... Rögtön megkülön. Kutya tappancsos ilyen. Olyan még biztos nincs. Jó, már szalócsukor. Kinézete van. Nagyon tetszenek. Hú, ha köszönöm. Kell a szemét. Ó, ez nagyon jó. Ugye? Mondtam. Ja, hogy olyan nagy ízű van, hogy mama. Semegi. Mamának, add oda. Semegi. Milyen szépet kapott, köszönöm. Milyen szépet kapott a mama. Semegi. Úgy voltam vele, hogy az én ciklomra jó, akkor a mamiére is jó lesz. Utána nem megyek. Úgy voltam vele, hogy a enyémre jó, akkor... Az enyém az vékony, nekem a kezem meg a... Tették, ez nekem... Jaj, ez még működik. Ujjam is, pont azt mondtam, hogy fogy le az ujjam. Nem, mert ez ilyen, ez kényelmes. A 57-es gyűrű, az izét nagy a gyűrű is ujjamra. Na. Már csak 90.